Sorokság múltját és jelenét bemutató fotókiállítás nyílt a Táncsics Művelődési Házban. A képek gyűjtése azonban itt nem fejeződött be. Sokkal inkább mondhatjuk, hogy éppen csak, hogy elkezdődött. Önkormányzatunk, a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta ezt a kiállítást, és így kerültem én tulajdonképpen kapcsolatba vele, hogy Róth Ilona engem kért meg, hogy mivel ez valahogy az én generációmnak is szól, főként nekünk csinálja ezt a kiállítást, hogy én nyissam meg. És megkaptad a felkérést, hogyan kezdted el a felkészülést? Először is megkérdezem, hogy körülbelül milyen régi képek lesznek majd láthatóak, és hogy mi a koncepció, tehát ugye, hogy régen és most, régi és mai képek is vannak, tehát párhuzamba van állítva tulajdonképpen a múlt és a jelen, és hát elkezdtem gondolkozni, hogy milyen történeteket hallottam a nagyszüleimtől, ugye a múltbéli eseményekről, és hát ez alapján indultam el. Mindenképpen a múlt és a jelen is, hogy pont téged kértek föl, ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, mert általában a jelen generációja, vagy a mai fiatalok mindig egy nagy kérdés, hogy hogyan tudnak ők kapcsolódni a múlthoz, és te a saját generációt kapcsán, hogyan lehet kapcsolódni tényleg a múlthoz napjainkban, 20 évesen? Hát például az ilyen eseményeken való részvétele, vagy hogy egyáltalán megnézzük ezt a kiállítást. Valamint szerintem nagyon fontos, hogy a családon belül az idősebb generációval beszélgessünk, hallgassunk meg az ő történeteiket és a tanácsaikat is, az is nagyon fontos. De ugye gyakran van vita a családon belül, hogy a mai generáció csak a mobiltelefon, meg már nem tudja élvezni az életet. Hát ennek is, ebben is van valamennyi igazság, de szerintem meg kell találni az összhangot, hogy a múlt értékét és a jelen vívmányait összhangba tudjuk hozni, és ezeket alkalmazzuk a mindennapjainkban. Valószínűleg a kapcsolódás az sokkal inkább, a sokkal könnyebben megy, hogyha személyes érintettség van, akár egy nagyszülőnek valamelyik története, vagy más. Van valami esetleg olyan személyes történet a családodban, amit így ennek kapcsán megosztanál velünk? Rengeteg. Nekem a nagyszüleim is itt nőttek föl, tehát ők nagyon sokat meséltek a régi Soroksárról, akár már a háború, a második világháború utáni évekről, akár későbbi időkről, és így nagyon sok történetet hallottam, tehát mindig elképzeltem, hogy vajon hogy nézheted ki akkor Soroksár. És most ezek a képek segítenek közelebb kerülni ezekhez a történetekhez is. Épületek vannak, a sok esetben az épületeknek lelkük van, történetük van, meg személyek kapcsolódnak hozzájuk. Ahogy így meglátom a látogatóknak az összetételét, tényleg elmondhatjuk, hogy minden korosztály képviselteti magát. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy, mint a falakon, valószínűleg a látogatók között is itt jelen van a múlt és a jövő. Reméljük, hogy minél több fiatal meg fogja tekinteni, ugye más jelent a generációknak, hát az idősebbeknek inkább emlékeket idéznek fel ezek a képek, szép események kapcsolódnak hozzájuk, az én generációmnak pedig inkább egy tulajdonképpen rádöbbenünk, hogy milyen is volt akkor Soroksár, amit eddig el se tudtunk képzelni talán. Volt időd végignézni a képeket? Még csak futólag, de majd szeretném részletesebben is. Itt magával az ötletadóval, a kivitelezővel, a megvalósítóval, mindezzel egy személyben állunk szemben. Honnan jött az ötlet, hogy ezt a kiállítást létrehozza? Hát az ötlet az egy domtól jött, méghozzá a Sörös Dombról, itt látható majd a végén az teremnek. Pontosan kértem, 2007. decemberében valaki kirakta, és körülbelül egy hónapig ontották hozzá a kommenteket az emberek. És én nagyon szeretem Soroksárt, nekem való apai örökségem, hogy ápoljam a hagyományokat. És én olvastam, és akkor volt a rémálmom. Hogy kéne... Az micsoda volt? A rémálom? Hát az, hogy kéne egy olyan kiállítás, ahol a Soroksár régen és most van. Mert ha egy dombról ennyi mindent tudnak az emberek, és ennyire örülnek egy fotónak, akkor mennyire örülhetnek, vagy milyen szívesen néznék meg azt, hogy milyen volt a régi Soroksár, és mivé lett. Ez volt az ötlet, ami hát egy évig érlelődött bennem, illetve egy fél évig. Mennyiben volt egy hiánypótló kiállítás, amit most láthatunk? Én úgy tudom, hogy nem volt még ilyen Soroksár, de ha volt, akkor elnézést. Különböző kiadványokban, különböző eseményeken megjelennek fotók régen, és ezeket gyakorlatilag mindenki látta is már itt-ottam ott, ha máshol nem, akkor neten. Én csak megpróbáltam összefoglalni őket, meg mondjuk nagy tervem volt, hogy kicsit kommentelem is, de... Hát el kellett döntenem, hogy szöveget írok, vagy képeket rakok ki, úgyhogy a képek győztek. Kevés szöveg van, viszont nagy tervem, hogy ebből csinálok majd egy könyvet is. Természetesen segítségem, ennyire nem vagyok ügyes és okos.
Az embernek eszébe jut egy ilyen ötlet, akkor ezt hogy képzeljem el, hol kezd el keresgélni képanyag után? A képanyagot keresgélni nem volt olyan nagyon nehéz, mert a különböző közösségi oldalon fönt vannak ezek a képek. Én ezeket meg is szoktam csodálni, viszont mentegetni és úgy komolyan foglalkozni velük, csak miután ez úgy beugrott, az kétségtelen, hogy elmentem, rögtön az ötlet után elmentem a Német Nemzetiségi Önkormányzatba, és elmondtam, és ők támogatták engem, mondták, hogy jó, rendben, csinálj, amit akarsz, itt vagyunk. És hát akkor csináltam, amit akartam. És mennyire kapcsolódnak egyes képekhez esetleg személyes emlékek? És volt ilyen, hogy egy-egy kép láttán valami személyes élmény idéződött föl? Persze, vannak olyanok is, hát nyilvánvaló nem a 1800-as évekből, de amire úgy emlékszem, azért vannak olyan nekem is, és nagyon sok minden beugrott, hogy erre még emlékszem gyerekkoromban. Hát utána meg összehasonlítottam a mostannal, és akkor megdöbbentem néha. És hogyha lehet következtetéseket levonni abból, hogy hogy nézett ki annak idején Soroksáros, hogy néz ki most, egy-két gondolat vajon mi az, ami fölvetődik a képek láttán? Van, ami nagyon jó, hogy változott, tehát előnyére változott, viszont nagyon sok minden van, ami jó lett volna, ha marad a régi. Olyan épületek tűntek el, amik olyan ikonikusak voltak Soroksár életében, és eltűntek. Ilyen például az STK vagy orvosi rendelő, nem tudom most éppen, hogy hívják. Ott helyett egy iskola állt, illetve egész régen az volt a községháza is, az első községházánk. Híre hamba nem maradt ennek az épületnek. A sziget is megváltozott, az a nyugalmas, tényleg ilyen kikapcsolódásra alkalmas, ugye most nem az. Van, ami viszont előnyére változott meg. A patak az hátrányára sajnos, úgyhogy az egy olyan dolog, de hát én úgy nagyon sokat elmerengtem rajta, hogy milyen lehetett és milyen jó volt. Úgyhogy... Nagyjából egy évnyi munka, aminek a következményeit most itt láthatjuk a falakon. Miután befejeződött a gyűjtés és a kivitelezés, most van az a pillanat, hogy megnyílik a kiállítás. Most milyen érzés itt állni és látni, ahogy jönnek be a vendégek? Most egy kicsit nyugodtabb vagyok. A gyűjtés is nem fejeződött be, a kiállítás igen, mert az hely adott és ennyi volt. Igyekeztem témafő szerint, tehát elindultam lentről és haladtam fölfele. A gyűjtés nem fejeződött be, és már mondtam az előbb is, hogy nekem nagyon nagy álmom, hogy ebből legyen egy könyv kiegészítve természetesen fotókkal. Szerintem itt azért most majd kapok fotókat is még pluszba. Nyilván egy kicsit több ismertetővel, egy kis sztorizással legyen egy fotós könyve Soroksárnak. Ez a következő nagy álmom, vagy rémálmom. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Művelődési Ház galériájában. Ezen a úgymond nem rendhagyó, viszont rendhagyónak mondható kiállításon, ugye volt egy ilyen kósza ötlet, hogy Soroksár hogy nézett ki régen, rengeteg internetes képet találtunk fönt a neten, egy igazi izgalmas képeket próbáltunk keresni, és én nem akarom nagyon szaporítani a szót, én azt szeretném, hogy fogadják szeretettel ezt a kiállítást. Nyilván ezenek a kiállításnak, mint kicsit idézek egy, úgymond egy rockzenekar, ami játszik le minden nótáját egy koncerten, úgyhogy bízom benne, hogy ez a kiállítás megismétlődik azokkal a képeket, amit esetleg Önök hiányolnak. Ez nagyon fontos, hiszen nem tudunk minden képet kiadni, kirakni, nem tudunk minden képet bemutatni. Ezért viszont látom, hogy érdeklik Önöket, és azt szeretném, hogy beszéljenek róla, és hozzák el ezeket a képeket ide a Művelődési Házba, hogy meg tudjuk még egyszer ezt a kiállítást szervezni, már úgy, hogy Soroksár annó és most kettő címmel. És ezennel átadnám a szót Várindi Melindának, aki megnyitja a kiállítást. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel teszek eleget a megtisztelő felkérésnek, hogy ezt a különleges kiállítást megnyissam, és örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Tekintettel arra, hogy ilyen sok szép fénykép vesz minket körül, ha megengedik, elsőként szeretném definiálni, hogy mit is jelent a fénykép. A szakirodalom szerint a fénykép valaminek vagy valakinek fényérzékeny anyagra vegyi eljárással rögzített képe. A fénykép valós bizonyítéka az egykor létezett személynek, tájnak, helyszínnek, megtörtént eseménynek. Elmondhatjuk tehát, hogy a fénykép sokkal több, mint egy egyszerű papírdarab. Sokak számára, elsősorban az idősebb korosztálynak, ezen képek emlékeket idéznek fel.
Azonban még többeknek, mint például az én generációmnak, egyfajta szembesülést jelentenek Soroksár múltjával. Nagyszüleim számtalan történetet meséltek arról, hogy milyen volt az élet régen itt, Soroksáron. Hogyan éltek a háborút követő időkben, milyen volt a fiatalságuk, számtalan anekdótát hallottam a régi soroksári bálokról, a sváb közösség összetartásáról, olyan fontos helyszínekről, mint a Holbig vendéglő, a Molnár-sziget, és még sorolhatnám. A történeteket hallgatva mindig elképzeltem, hogy milyen lehetett valójában Soroksár akkoriban. Mivel a korabeli fényképek fekete-fehérben készültek, ezen elmesélt történetek gyermeki képzeletemben is fekete-fehéren elevenedtek meg. Persze ma már tudom, hogy az élet akkor is színes volt, sőt, sokszor színesebb, mint most. A múlt és a jelen egymás támogató kapcsolatát jól példázza jelen kiállítás ötlete és annak megvalósítása is.